Van egy szomorú évforduló is a napokban, a trianoni béke szerződés, vagy ahogy mi magyarok szoktuk emlegetni, békediktátum napja, 90 éves évfordulója van éppen. Ezzel kapcsolatban egy professzor tanárunkkal beszélgetünk, aki egyébként frissen lett az akadémia rendes tagja is a napokban, és hát ő elmélyülten foglalkozik a trianoni békediktátummal, és erről a két témáról beszélgetünk dr. Romsisi Ignác akadémikus egyetemi tanárral. Professzor úr, nem tudom, hogy pontosak-e az információim, de ebben az évben három nagyon szép dolog is történt önnel. Volt egy professzori ösztöndíja, volt egy korunkulcsa díja, és hát a legfrissebb az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett. Melyiket hogyan értékeli? Melyikhöz mi vezetett? Melyik mit jelent? Hát valóban így van, hogy még csak az év felénél tartunk, és már három olyan díjat kaptam, amelyik mindegyikének nagyon örülök, és egyik is elég lett volna több évre. Kezdem a korunk kulcsával, ami a kolozsvári korunk folyóiratnak az elismerése, szimbolikus elismerése azoknak az embereknek, akik valamilyen módon a korunk folyóiratnak a működését támogatják, és úgy ítélték meg, hogy az írásaimmal, amelyek a korunkban jelentek meg, és az éves rendszeressége ott tartott előadásaim alapján, Fejtő Ferenc és mások után ezt nekem is odaítélik, és ezt februárban adták át. A Szilárd Leó professzor ösztöndíj az közvetlenül az Eszterházy Károly főiskolával függ össze, mert a főiskola vezetése, meg a kollégáim úgy ítélték meg, hogy az eddigi munkásságom alapján fölterjesztenek erre a rangos kitüntetésre, amely viszont pénzzel is jár. És ott egy több jelölt közül a zsűri engem választott, és ennek nagyon örültem. Nem azért is, mert ugye engem választott a zsűri, de legfőképpen azért, mert 2-3 éves szolgálat után az Eszterházy Károly főiskola vezetése engem erre érdemesített. Pontosabban 2 éve vagyok itt, csak itt, és hát mintegy 5 éve két helyen az Eltén is itt, de az utóbbi 2 éve itt. Úgyhogy ez is egy nagy öröm volt, és egy váratlan dolog. Én erre nem gondoltam. Az akadémiai rendes tagság az más dolog, arra kicsit számítottam, mert 9 éve vagyok levelezőtag, vagy voltam. Tehát úgy szokás, hogy 6-9 év után, ha az ember dolgozik, és én azt gondoltam, hogy dolgozom, akkor fölterjesztik erre. Fölterjesztettek, megszavazták, elfogadták, úgyhogy most gondolkodom azon, hogy mi lesz az akadémiai székfoglalomnak a témája a jövő év elején. Még nincs meg? A fejemben talán már megvan, de talán még korai kimondani. Azon gondolkodom, hogy miután az utóbbi évtizedekben elég nagy, döntően makró történeti összefüggésekben gondolkodtam, nagyhatalmi politikai és Magyarország, vagy szintézisekben, mint Magyarország a 20. században, hogy talán most egy mikrotörténeti problémát választok témaként, és ebben a mikrotörténeti perspektívában próbálok lényeges dolgokra rámutatni. Valószínűleg, hogy ez egy kiskunhalasi tanyásgazdának 1912-13 közötti számadáskönyve lesz, abból a szempontból, hogy milyen dolgokat lehet megtudni ebből egy akkori tanyásgazda mindennapjaira. Mennyi sörti volt, hányszor ment kocsmába, templomba, járt-e, olvasott-e, tudnék mindent följegyzett. Ha bement a piacra, és vett egy sóskiflit, és ívott egy korsó sört, akkor az ott ki van mutatva, hogy ennyi volt. Tehát 3 év átlagában ebből talán ki lehet hozni valamit. Legalábbis megpróbálom. Ha úgy látom, hogy ez nem elég érdekes, akkor valami más témát fogok választani. Talán historiográfiát. Elmélyülten foglalkozik a magyar történelemmel, különösen az utolsó századdal, a 20. századdal is. Ezt pedig nem kerülhetjük ki, a napokban emlékezünk egy szomorú évfordulóra. 90 éve kötötték meg a trianoni békediktátumot, már az elnevezése is furcsa, békeszerződéseket szoktunk emlegetni. Nálunk ez békediktátumként ment be a köztudatba. Mit tudtunk feldolgozni azóta ebből? Mi az, ami át tudott menni rajtunk, és mondjam azt, hogy békében élünk vele? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát azt hiszem, hogy a trianoni békeszerződésről, mert hivatalosan békeszerződés, mi hívjuk magyarok békediktátumnak, a szlovákok meg a románok nem hívják, nekik jó a szerződés. Tehát ez ugye területi, gazdasági veszteség is Magyarország számára, és etnikai veszteség is. És azt hiszem, hogy a legsúlyosabb az utóbbi, az etnikai veszteség.
Természetesen abba se könnyű belegondolni, ha az ember átmegy a Hargitán, hogy ez valamikor Magyarország volt, és ez ma már nem Magyarország. Vagy ha a Szepességbe jár, vagy bárhol másod. Ez se könnyű. Különösen, aki ismeri ennek a kultúrtörténeti hátterét, és azt, hogy ezek a régiók a magyar történelemben milyen fontos, szerves szerepet játszottak. És ma már nem játszanak. De mégis azt hiszem, hogy ennél is fontosabb ennek az etnikai következménye, vagyis az, hogy ezeken az elcsatolt területeken nem csak történelmi emlékek, várak voltak találhatók, hanem magyarok is, mégpedig elég nagy számban, több mint 3 millióan. És hogyha a szomszédos országban lévő magyaroknak a számát megnézzük, akkor ha ma már 3 millióan nincsenek is, de körülbelül 2,5 millióan a legszerényebb becslések szerint még mindig vannak. 1,5 millió van Erdélyben, a második legnagyobb a Felvidék, és így tovább. És azt hiszem, hogy a anyaország és a szomszédos országokban élő kisebbség a magyarság közötti kapcsolatok terén van tennivalónk, és van okunk a lelkiismeret vizsgálatra. A két világháború között azt mondhatnám kis túlzás, hogy minden e körül forgott, ami érthető is volt, ez volt a politika alfája és omegája, mert hiszen annyira friss volt a SEB a 20-as döntés. Azután 1945 és 48 között nagyjából az akkori magyar politika, amely a Horthy rendszernek egy demokratikus ellenzéke volt tulajdonképpen, vagy nagy mértékben, etnikai alapon próbált egy revíziós eredményt elérni, főleg Romániával szemben, nem sikerült, nagy mértékben a Szovjetunió álláspontja miatt, sőt végül még 3 újabb falut elcsatoltak Magyarországtól, ami Pozsonnyal szemben Csehszlovákiához került. Erre következett egy közel 40 éves időszak, amikor Trianon nagy mértékben tabu témának számított, és a határon túli magyar kisebbségek nagyon sokáig az ottani államok belügyének minősültek, és a szocialista táboron belül, különösen 56 után a Kádár időszakban is, de előtte is, nem volt nemzetközi ügy, és nem volt Magyarországnak az ügye. Bármi történt is ott, például a Magyar Egyetem felszámolása, vagy a közigazgatás átrendezése. És ez nagyon lassan a 70-es évek végén, és különösen a 80-as évek közepétől kezdett oldódni. 1983-ban jelent meg az első könyv Trianonról Ormos Máriától. Ekkorra rendszeresednek az anyanyelvi mozgalomnak a 3 évente megrendezett konferenciái, ahova a határon kívüli magyarok is tudtak már jönni, kivéve az erdélyeket. Őket nem engedte Ceausescu. És a 88-ra, ugye, amikor az erdélyi falurombolási terv kezdtek valóságá válni, akkor jól emlékszünk rá, hogy az első nagy komoly megmozdulás ebbe a politikai átalakulásba Magyarországon 88. júniusa volt a Hősök terén egy nagy tiltakozás az erdélyi magyarság érdekében és a falurombolással szemben. És egy ilyen múlt után én a magam részéről természetesnek tartottam azt, amit Antal József, mint új miniszterelnök kijelentett, hogy lélekben, hozzáteszem, lélekben 15 millió magyar miniszterelnöknek érzem magam. Mert ez egy szimbolikus kijelentés volt. Ez nem azt akarta mondani, hogy határrevíziós követelései vannak Magyarországnak ezekkel az országokkal szemben, hanem azt akarta mondani, hogy Magyarországnak, az anyaországnak kötelezettségei vannak ezekkel a magyarokkal szemben. Ezt én így gondoltam akkor, és így gondolom most is. Persze azóta eltelt 20 év, és látjuk azt, hogy ezek a vélemények azóta diverzifikálódtak tovább. Tehát nem csak a nemzeti közömbösség található meg ma Magyarországon, ez is megtalálható, hogyha talán nem is hallatszik olyan erősen, de ez is létezik. És hát voltak ennek jelei korábban. De megtalálható egy olyan magukat nemzeti radikálisként azonosító, mások által szélsőjobbnak nevezett csoportok vagy áramlatok is, amelyek a határrevízió kérdését is próbálják napirenden tartani. Ami szerintem ugyanolyan káros, mint az előző a nemzeti közömbösség, semmi lehetőséget nem látok határrevíziós megoldásokra, az adott helyzetben az Európai Unión belül értelmetlenségnek is tartom, és nem is véletlen, hogy egyik nagy kormánypárt sem az MDF, Antal vezett MDF kormány, sem utána a Horn Gyula kormány, a szocialista kormány, sem a Fidesz kormányzat soha nem állított ilyen követeléseket. De marginális csoportok részéről ez mindig fölmerül, és sajnos a tájékozatlan, naív emberek közül ezt sokan elhiszik. Ezt bajnak tartom, hibának tartom, és azt hiszem, hogy sikerülni fog talán megtalálni azt a középutat, amely az ilyenfajta szélsőségek elkerülése nélkül tudja
szorosabbá tenni, intézményesíteni az anyaországi magyarság és a szomszédos államokban élő magyarság közötti kapcsolatokat. Professzor úr, ön nem csak kutatja ezt a témát, hanem tanítja is. Hogyan tapasztalja mindennapi munkája mellett? Mennyire vannak tisztában a reális valósággal a mai fiatalok? Mennyire érinti őket egyáltalán? Hát én erre törekszem tudatosan, hogy a olyan történelemszakos hallgató ne legyen, ne végezze el, BA szinten se, aki nem tudja, hogy mi volt az első bécsi döntés. Ezek a mentő kérdéseim. Első bécsi döntés, vagy a beugró kérdések. Erre törekszem, hogy ezt tudják. Első bécsi döntés, második bécsi döntés, stb. De azt mondom, hogy a diákok is ugyanúgy megosztottak, mint ahogy a felnőtt társadalom is. Tehát a diákok körében is van, aki tudni szeretne dolgokat, és ha tudni szeretne, akkor az a törekvésem, hogy megtudja az ezzel kapcsolatos alapadatokat és az értelmezési lehetőségeket. De vannak diákok, akik már, hogy így mondjam, tudják, amit ők tudják, amit erről tudni akarnak, és hogyha nem azt hallják, akkor egy ilyen fal ereszkedik közénk, mert ők fixálódtak valamire, és nem biztos, hogy hajlamosak egy racionális párbeszédre. Nem tudom világosan, amit akarok mondani, tehát úgy érkezik a diák, hogy egy bizonyos kérdésről, és ez lehet nem csak Trianon, más is, neki van egy határozott álláspontja, és nem nagyon érdekli, vagy zavarja az, ha én olyan tényanyaggal próbálom őt orientálni, amely ellentmond az önmeggyőződésének. De ennek ellenére mondjuk ezekben az ügyekben, mint ahogy más ügyekben is, párbeszéd van mondjuk a diákok és köztem. Azt hiszem, hogy az elmúlt 20 évben, aki tisztába akart jönni Trianonnak a jelentőségével, az tisztába jöhetett. Erről ma könyvek vannak, 2 tévéfilm sorozat készült, egy történelmi, meg a másik az inkább egy ilyen érzelmi, irodalmias. Albumok jelentek meg, és így tovább. Tehát az alapadatokat, aki akarta, az tudhatja, hogy mi van. A kérdés az, hogy az alapadatokkal mit kezd, vagyis hogyan fordítja le ezt a saját életére és a politika nyelvére. Professzor úr, ön szerint mi az, ami a jelenlegi európai helyzetben a mi lelki egyensúlyunkat is helyre billentheti, és a szomszédos javadalmazott országok is le tudják nyelni? Én azt gondolom, hogy az alapkiinduló pont az kell, hogy legyen, annak tudomásul vétele, hogy a magyar kisebbségek helyzete és az anyaország és a magyar kisebbségek közötti kapcsolattartás lehetőségei sokkal jobbak, mint a rendszerváltások előtt voltak. 2 okból. Egyrészt azért, mert a rendszerváltások előtt nálunk is és a szomszéd országokban is egypárti diktatórikus rendszerek voltak, amelyek nem tették lehetővé akár az etnikai, akár más szempontok szerint tagolt társadalomnak az érdek kinyilvánítási lehetőségét intézményesítetten. A rendszerváltás óta ez megteremtődött. Magyar párt vagy magyar pártok működnek mindegyik régióban, adott esetben ezek kormányzati tényezők, mint ahogy Romániában ma az RMDSZ-nek a vezetője, a román kormánynak az alelnöke. Korábban hasonló helyzet volt Szlovákiában. Tehát ez nem hasonlítható ahhoz, mint ami 89 előtt volt, amikor egy-egy diktátor mozgatta a bábfigurákat. Vagy tessék elmenni autóval, vagy hát én emlékszem, hogy mentem el a 70-es években Erdélybe, de még a 80-as években is Kárpátaljára, hogy milyen tortúrának volt kitéve az ember akkor, hogy titokban beszélt magyarul, és reggel 5 órakor álltak sorba kenyérért, Kolozsvárt, és így tovább. Menjen el az ember most, és azt látja, hogy pláne a Székelyföldön, olyan, mint egy kis Magyarország, és ha bemegyek ott egy könyvesboltba, ugyanúgy a saját könyveimet ott látom, mint egy budapesti könyvesboltba, és a könyvesboltos számos esetben ugyanúgy honfitársként üdvözöl, mint Magyarországon nem üdvözöl, mert itt természetes az, hogy itt vagyok, de ott pedig a Duna TV-nek köszönhetően, a rádiónak köszönhetően, a szabad eszme, a újság megrendeléseknek köszönhetően, a demokráciának és Schengennek köszönhetően, a határleépítésnek köszönhetően sokkal jobbak a feltétele ennek az együttműködésnek, mint voltak. Ezzel nem azt mondom, hogy minden probléma megoldódott. Soha nem fog minden probléma megoldódni, mert nyilvánvalóan, ha javul a helyzet, akkor mindig újabb és újabb igényekkel, és pedig legitim igényekkel lehető áll. Én azt hiszem, hogy ilyen legitim igény vagy a területi, vagy a kulturális, vagy itt a területi, ott a kulturális autonómia, vagy annak különböző kombinációi, amelyek az Európai Unión belül teljes mértékben elfogadott és ismert társnemzeti és együttélési normák. Látjuk azonban azt, hogy Romániában, vagy Csehszlovákiában, vagy Szlovákiában nem az, de ez nem jelenti azt, hogy soha nem lesz az. Bizonyos mértékű kulturális autonómiája hagyományosan a vajdasági magyaroknak volt, ma is van,
Szlovéniában, hát ugye ahol kevesen vannak, nagyon példaszerűen rendezték, és ne zárjuk ki azt a lehetőséget, hogy az Európai Unión belül ebbe az irányba tudnak a dolgok fejlődni. Nem mondom, hogy föltétlen fejlődni fognak, és biztos, hogy küzdeni kell érte. De ezt egy az európai normákkal összeegyeztethető, vállalható és elérhető célnak tartom. Szemben a korábban említett határrevíziós törekvésekkel, amelyek az európai uniós elképzelésekkel összeegyeztetetlenek, irtózatos konfliktusokat gerjesztenek Magyarország és a szomszédos államok között, és az egésznek a levét a magyar kisebbségek isszák meg.